Kedves ünnepelni vágyó halásztelkiek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Halásztelek város augusztus 20-ai ünnepségén, melynek keretein belül egy Rusztinov és Halásztelek testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően létrejött fotókiállítást is megtekinthetnek. Ez a cseh magyar fotókiállítás első alkalommal 2010-ben került megrendezésre. A megalkotók azt szerették volna bemutatni, hogy hogyan látják a két ország amatőr fotósai az élet és a világ dolgait. Ez volt a kezdet. Az időközben Vándor kiállítássá vált kiállítás már 11. alkalommal kerül megrendezésre. Immáron hagyomány, hogy a sorozat képei minden évben először a Plumlavi kastélyban, ezt követően Halásztelken és Budapesten, végül pedig Rusztinovban tekinthetők meg. A csapat egyre bővült. Tagjaik között már ismert és elismert fotós is van. Sajnálatos módon a pandémia okozta korlátozások az idei évben a cseh fotósok számára csak a digitális kiállítást teszik lehetővé Magyarországon. Idén a cseh fotók mellett 12 magyar kiállító munkáját tekinthetik meg az érdeklődők. A 2021-es év témájául a reményt választották, annak különböző megközelítését mind témában, mind műfajban. Habár a cél azonos, a fotókon mégis látszik, hogy mennyire eltérő módon kerül mindez bemutatásra, így a szemlélődő közönsége múlik, észreveszi-e, megérti-e ezt a látásmódot. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A tokiói olimpián két halásztelki lakótársunk is kiváló eredményt ért el. Az egyik úrnál, Cseh Lászlónál, ez már a úszópályafutásának a lezárása, és Hárai Dániel pedig a vízilabda csapat tagjaként bronzérmet szerzett, ami szintén Halásztelek város hírnevét viszi a világba, Halásztelek érdemeit gyarapítja. Az a gondolat fogant meg bennünk, hogy az idei év talán egyik legnagyobb teljesítményeit Halásztelken az volt, hogy a lakosságnak az oltását, tehát az oltást kérő, oltást felvevő lakosoknak az oltását rendkívül flottul megszervezték a városházi orvosai egészségügyi dolgozói. Szerettük volna ezt a munkát megköszönni nekik, de szembesültünk egy olyan helyi rendelettel, ami korlátozta a lehetőségeinket, tehát 4 halásztelekért érdemérmet tudunk adományozni azoknak, akikre úgy gondolunk, hogy ebben a munkában nagyon komoly szerepük volt. Ezen kívül, mivel mindenki, aki részt vett ebben a munkában, szeretnénk megköszönni a munkáját minden olyan halásztelki egészségügyi dolgozónak, aki az itteni oltó kampányban részt vett, egy ajándékkosárral kedveskedik a város. És szeretném most megköszönni nekik, és hogyha lehet, akkor kérnék is egy tapsot azoknak, akik Halásztelken ebben a rendkívüli helyzetben szervezetten és nagyon flottul levezényelték ezt az oltási kampányt. Úgyhogy nagyon sokan már védettként, tehát az oltás miatt védettként ülhetnek itt közöttünk, és utazhatnak, vehetnek részt rendezményeken. Úgyhogy szeretném, ha most egy tapssal köszöntenénk a város egészségügyi dolgozóit. Ebben az évben a város díszpolgára Hárai Balázs vízilabda olimpiai bronzérmesünk lett. Ő jelezte, hogy nem tud eljönni erre az ünnepségre. Nem is csodálkozunk ezen, hiszen egy hatalmas felkészülés és egy rendkívül nagy verseny után ebben az időszakban majdnem minden olimpikonunk igyekszik a saját családjával, párjával tölteni ezt az időszakot. Ezt a kitüntetést a későbbiekben, vagy egy testületi ülésen, vagy más ünnepi alkalommal fogjuk neki személyesen átadni, de mától Halásztelek díszpolgára Hárai Balázs. Halásztelek érdemérmet adományoz a város a munkájának a köszöneteképpen a munkájáért Majer Erikának. Halásztelekért érdemérmet adományozunk Bálna Ágnes részére. Halásztelek
Szelekért érdemérmet ad a város Sebestyénné Csányi Franciskának, Olá Barnánénak. Szeretném megköszönni a munkáját dr. Füredi Bélának. Dr. úr Halásztelekváros díszpolgára, értünk végzett 40 éves munkájáért kapta, és nagyon szépen köszönjük neki most is azt, amit ebben az évben, hétvégén, szombat, vasárnap, hétközben egy igen feszített munkatempóban végezte a körzetében a kolléganőivel az oltást. Én úgy gondolom, hogy nagy-nagy köszönettel tartozunk érte. Szeretném köszönteni dr. Fodor József házi orvosunkat, aki el tudott jönni. Szintén Halásztelekváros díszpolgára, doktor úr is 40 év fölötti szolgálati idővel rendelkezik itt Halásztelken, tehát több mint 40 éve dolgozik a halásztelki emberekért. Szintén igen áldozatos munkával szombat-vasárnap hétközben feszült tempóba végezték az oltást, úgyhogy ezt szeretnénk neki megköszönni, mert a biztonságunk ezeken a hétvégi és plusz munkákon is múlt, úgyhogy köszönjük szépen doktor úrnak is a munkáját. Szeretnék még megemlíteni valakit, aki nem egészségügyi dolgozóként, hanem képviselőként vett részt ebben a tényleg sziszifuszi munkában. Schwarzenberger Györgyné képviselőasszony két körzetben is segítette telefonálással és a különböző ilyen internetes alkalmazások segítségével ezt a munkát. Ő, mint képviselő, nem kap ezért kitüntetést, de én szeretném, hogyha őt is megemlítenénk és megköszönnénk neki is. 3-3,5 hónapon keresztül vett részt ebben a munkában. Dr. Gyöngyösi Gabriellának segített folyamatosan, és alkalmanként dr. Fodor Józseféknak is segített a kiértesítésében azoknak, akik felvehették az oltást. Az ünnep történetéről szeretnék megemlékezni, mert hiszen zaklatott magyar történelmünk mindig is rajta hagyta a nyomát ezeken az ünnepeinken. Ugye Szent István király napját ünnepeljük a keresztény magyar államalapítást, a magyar állam 1000 éves folytonosságát. Uralkodás idején egyébként maga, akkor még első István király, augusztus 15-ét Nagyboldogasszony napját avatta ünnepé. Ekkor hívta össze Székesfehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénylátó napot. Élete végén a beteg király szintén ezen a napon a számára oly kedves ünnepen ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ezen a napon hunyt el. Akinek köszönhetjük ünnepünket, az tulajdonképpen Szent László király, hiszen augusztus 20-án 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával emeltett oltára első István fia Imre és Gellért püspök relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a korban a szenti avatással volt egyenértékű. Első Nagy Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a nap, illetve a kultusz, István kultusza bajor és német városokban is igen gyorsan elterjedt. Az egyetemes egyház nevében 1686-ban 11. pápa, incepápa nyilvánította Szent Istvánt, majd ekkor elrendelte a pápa szintén, hogy Budavára a töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ emlékezzék meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart. Mária Terézia volt az, aki a nőági örökösödést elfogadó magyar nemesség felé tett gesztusként elrendelte Szent István nap megtartását, sőt, nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő volt az, aki Bécsbe, majd Pannonhalma érintésével Budára hozatta István kézfej erekéjét, a Szent Jobbot, és hogy 1818-ban tartották meg a Budai Várban az első Szent Jobb körmenetet, amely 1945-ig ott került megtartásra. István erekéjét a legenda szerint 1083-as szentély emelésekor éppen találták meg a koporsójában, és már az 1222-es aranybulla is megemlítette, illetve törvénybe iktatta az ő tiszteletét.
Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el a később 1590 körül a ragúzai, másképpen dubrovniki dominikánus kolostorban megtalált Szent Jobb. Még IV. Béla vihette oda menekülése során. A Szent Jobbat egyébként, amelynek tartóját 1862-ben ezüstből alkottak meg, ma a Budapesten Szent István Bazilikában őrzik 1986 óta. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követően, az 1956-os szabadságharcot követő elnyomó gépezethez hasonló mechanizmusok léptek életbe, a Bach korszak nem tűrt, sőt határozottan tiltott és üldözött minden fajta nemzeti megemlékezés, és így Szent István napjáról sem lehetett méltóképpen megemlékezni nyíltan. Először 1860-ban engedték ezt meg a hatóságok, amely ünnep egyúttal nemzeti demonstrációvá is vált országos tüntetésé. Az 1867-es kiegyezés tette lehetővé azt, hogy az ünnep visszanyerje régi fényét, sőt 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, mi több, 1895-ben elrendelte a középületek fellobogozását címeres zászlóval. A két világháború közötti magyar történelemben az ünneplés egyúttal a Trianon felett érzett fájdalomnak egy megnyilvánulása is volt. Az össznemzeti célkitűzés a Szent Istváni Trianon előtti Magyarország visszaállítását mutatta meg. Az augusztus 20-ai ünnep 1945 után szintén megszenvedte a számunkra nem feltétlen előnyös politikai változásokat. Ugye előbb István erekéjét a Szent Koronával együtt nyugatra menekítették, a Szent Jobb előbb visszatérhetett 1945. augusztus 18-án hozták haza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig része volt a Szent István ünnepnek. Erről jutott eszembe Bibó Istvánnak az a sírfelirata, amely így szól, hogy élt 1945-től 1947-ig. Ugye a Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból, erre talán jól emlékeznek. A kommunista rendszer számára az ünnep vallás és nemzeti tartalma nem volt vállalható, nem volt kívánatos. Teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné tételét nem látták azonban célszerűnek, és ahogyan az a tisztán vallás ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újították meg, cserélték fel más mondani valóval. Először lekopott a szent kifejezés, majd 1948-ban megszületett az új kenyér ünnep elnevezés, mint központilag előírt szóhasználat. Úgy gondolták, hogy ha május 1-én ünnepelhetnek a vasipari munkások, úgy ünnepelhessenek augusztus 20-án a földmunkások is. Ennek annyiban volt előképe, hogy ebben az időszakban évszázadokkal korábban is tartottak már arató ünnepeket, és ehhez hasonló megemlékezéseket, rendezvényeket. Így augusztus 20-án az új kenyérre, az aratásra helyeződött tehát a hangsúly. A kifejezést azonban hamar felváltott egy újabb, az alkotmány ünnepe elnevezés. Az alkotmány ünnepe ugyanis 1949. augusztus 20. Az alkotmány az alaptörvény, amely a szovjet típusú sztálini alkotmánynak volt egy magyar adaptációja, 1949. augusztus 20-án lépett életbe. 1950-ben az elnöki tanács törvényerejű rendelet a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította azt. A rendszerváltozásnak nevezett folyamat során, illetve azt követően ismét felelevenedtek a régi hagyományok. 1989 óta ennek megfelelően immár a pesti oldalon megtartják a Szent Jobb körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az első szabad választáson létrejött országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek sorába emelte Szent István napját, mint a Magyar Köztársaság egyik hivatalos állami ünnepét. Fogom kezed, fogják mások is, lehet boldogság, lehet átok is. Fogom kezed, fogják mások is. Lehet erő lesz bennem, lehet várom is. Fogom kezed, fogják mások is. Lehet kiáltás vagy sírás, lehet álom is. Fogják mások is, lehet függöny,
Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi együttlétünk és imádságunk, ünnepségünk áldossék meg a Szent Háromságos Egyistentől. Foglaljuk bele családtagjainkat, távollévőket, élőket és elhunytakat, és hozzuk ide a Belkantó kórust is, bennem erős hiányérzet van, itt szoktak állni velünk imádkozni, énekelni, és különösen a Zsuda testvérünket imádkozunk, aki nagyon-nagyon beteg. Az evangélium helyett a katolikus egyházban a mai napon a templomban olvasott igét fogom felolvasni. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, és ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, mely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében.
mert élet annak, aki megszívleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne tér le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. A szép hegedűszó és a kórus után egy palóc ének csendüljön föl Szent Istvánról, palóc furujából, Pál Pista bácsi emlékére, aki faragta és akiről a dalt hallottam. Buss hazánk védszentje, angyalok felkentje, népünk édesapja, szent hitünk szép napja, Szent István király. Magyar öröködbe, hitetlenség tört be, koronát keresztje, elhajolt fényt vesztve, Szent István király. Buss szemünk könnyel tölt, tiéd ez a szent föld, e Mária ország, hajtsd le hozzánk orcád, Szent István király. Nyújtsd szerelmed jobbját, népedet karold át, födje be palástod, jó Magyarországot, Szent István király. Krisztusban, kedves testvérek, tisztelt ünneplő halászlelki közösség! Ahogy azt az olvasmányban hallottuk, Szent István király intelmei, hogyha eszünkbe jutottak, akkor jó helyen járunk, hiszen ő is ebből merített. A Biblia volt a forrása az intelmeknek, amelyet a Szent király hagyott fiára. De nem csak fiára, hanem az utókorra, ránk is. Alapja, fundamentuma ez a családnak, nemzetnek és Európának egyaránt. Egy történelmi távlatú apa-fia kép rajzolódik ma elénk, Szent Istváné és Imréjé. Ennek tükrében tegyük fel magunknak a kérdést, milyen a mi családunk apa-fia arculata? Hiszen fontos, hogy mit örökítünk át az utánunk jövő nemzedékeknek. Hitünket, magyarságunkat, hagyományainkat, családi vonásainkat, erényeinket. Fontos, hogy milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, unokáinkra, de az is, hogy milyen embereket, milyen utódokat hagyunk erre a világra. Isten szava igéje ma is érvényes, gyakran változó, érték devalválódott, apátlan világunkban. Kosztányi Dezső keserűen állapítja meg a versében, miért nem érti meg a gyümölcs a fát? És gondoljuk tovább, melyik apa érti meg a fiát teljesen? Jézusra lehetséges mindez. Ezért kerül Szent István napján mindez az ige a látószögünkbe, és a szívünk ajtaján kopogtatva. Mert az üdvtörténet, a történelem nem más, mint családregények, életrajzok, kusza, szövevénye, és hitünk reményeink szerint, majd ez összeáll egy gyönyörű szőnyeggé, Isten szőtte szép szőnyeggé. Római katolikus egyházunk idén Szent József évet hirdetett, középpontba állítva az apaságot, hiszen Szent József Jézus nevelőapja volt. Példakép. Előttünk milyen példaképek járnak?
és bennünk milyen apakép dolgozik. Mert mi is így formáltuk fiainkat, így formáljuk. És olyan az Isten képünk is, amilyen az apaképünk. Teremtőnk az atyaságot bízta ránk, édesapákra, nagyapákra, egyházi és világi vezetőkre, honatyákra és államfőkre. Hogy legyenek a mennyei atya tükörképei, úgy, mint Szent István. Legyünk jó apák, és a ránk bízottak felelős, hűséges pásztorai. És akkor Isten áldása lesz rajtunk. Áldás. Földből magba, magból szárba. Szárból virágba, virágból kalászba. Kalászból kenyérbe, kenyérből testembe. Testemből lelkembe. Lelkemből lelkedbe. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt imádkozzuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, igaz Istenünk, aki az 5 kenyeret és a 2 halat megáldottad, azokat megsokosítottad, és azokat 5000 ember jól lakadtál, áld meg most is ezeket a kenyereket, hogy bőségben legyen itt ezekből halásztelken, hazánkban s a nagyvilágban. Mert Te vagy az igazi táplálék, a kezdet nélküli Atyával és a legszentebb, elevenítő Szentlélekkel együtt, most és mindenkor is, örökkön, örökké. Amen. Megszenteltetnek ezek a kenyerek a Szentlélek kegyelme, és szentelt víznek intésével az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében. Amen. Áldjon és őrizzen meg minket a mindenható Isten, árassza bőséges áldását, halásztelek minden lakójára, jelenlévőkre, távollévőkre, töltse be minden földi és égi áldással. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Polgármester úr, miért gondolta úgy a város vezetése, hogy ezt az augusztus 20-ai ünnepséget itt helyben is megtartják? Minden évben meg szokta a város tartani, pontosan azért igyekszünk minél korábban, hogy a főváros közelsége miatt a fővárosi rendezvényekkel ne ütközzön. Itt általában augusztus 20-i rendezvény esti délutáni órákban nem igazán volt sikeres, nagyon kevesen látogattak ki, hiszen a főváros az 1000-nyi ingyenes programmal, és hát ugye az idei évben egy ilyen extra tűzijátékkal köszönti az országot és a fővárost. Úgyhogy mi ehhez próbálunk így alkalmazkodni, hogy délelőtt egy szolidabb ünnepséget tartunk, amit azért igyekszünk egy kicsit városiassá tenni, mint az idén is, a kitüntetett halásztelkiekkel. Én úgy gondolom, hogy kellemes létszámban voltak jelen a halásztelkiek. Szeretném megköszönni a halásztelki mozgás korlátozottak és nyugdíjak sok egyesületének a jelenlétét, hiszen az ő tagjaikból verbuválódott énekkar adott elő egy nagyszerű nemzeti éneket. Ezen kívül az egyesület tagjai szeletelték fel és osztották ki itt a megszentelt kenyeret a jelenlévőknek, amiből természetesen aki szeretne, az vihet haza a családjának is.